Sziasztok! Ez itt a Blockchain, a Blockchain Tudásforrás én. Pinky Attila vagyok, és a mai videóban arról fog beszélni, hogy ismételten láthatjuk, hogy kicsit életre kapott a bitcoin, és igen, emelkedünk, emelkedünk. Nos, beszéljük meg, hogy mi lehet a következő szint, és így tovább. Aztán a második hír, amiről beszélni szeretnék, az arról szól, hogy ugye örültünk annak, hogy Kínából úgymond kijöttek a bitcoin bányászok, hiszen nagyon domináns volt, több mint 60%-a ott volt. Viszont, most kezd egy újabb, ilyen centralizált veszélyhelyzet kialakulni, beszélünk erről egy kicsit. A harmadik hír pedig az lesz, hogy Madonna, a pop királynője is beállt a sorba, és megvásárolta az első Board Ép Yacht Ezzel ugye beállt abba a sorba, ahol számos, számos sztárnak már van egy ilyen, és tovább pörög az NFT őrület. Ezekről lesz a mai videóban, és persze azon majd a kérdéseket és azokra a válaszokat a videó második felében. És természetesen továbbra is, hogyha szeretnéd használni a Coin Cash ATM-jeid, akkor 50%-os kedvezmény a tranzakciós díjból jár neked a BCB kuponkóddal. Jó, ezt ne felejtsd el, és akkor így jóval kedvezővel tudod igénybe venni ezt a szolgáltatást. 28 ilyen ATM van országszerte. És természetesen nagyon örülök neki, hogy a TikTok is nagyon szépen fejlődik. Ugye rákaptatok arra, hogy itt a hétvége folyamán is, ma is már kettőt videót tettem föl, hétvégén is tettem föl videót, itt nem maradt ki nap, és folyamatosan jönnek a ö, friss villámhírek, vagy éppenséggel tények. Rövid, gyorsan fogyasztható, és tényleg azt látom, hogy nagyon-nagyon hasznos számotokra, hiszen nagyon sokan lájkoljátok a videókat, és nézitek őket, tehát abszolút akkor van értelme. TikTokon keressétek meg a Blockchain Bloom hungary itt, itt van egyébként a link a videó alatt, kövessétek be, hiszen tényleg azon dolgozom, hogy ott is még rapidabb módon, még gyorsabb módon, még több infót tudjak nektek adni. És persze, ha szeretnél könyvből tanulni a kriptóról, arra is van itt lehetőség. Ugyanis kriptovalutákról értetően mindenkinek megjelent még ugye tavaly évvégén a könyvem, és egy olyan csomag, ami egyedülálló Magyarországon, hogy szótár is van benne, gyakorlati útmutató és egy könyv, ez pedig itt a kriptoskönyvek.hu oldalon érhető el. Link a videó alatt, és úgy, mint a különböző kurzusokról, legyen az, hogy blokkláncról, bitcoinra akarsz tanulni, stratégiáról, elemzésről, NFT-ről, videókurzusok online módon elérhetőek, szintén link a videó alatt, és ne felejtsd el természetesen a Patreon csoportot, ahol minden nap tudsz nekem kérdést feltenni, mindenkinek én személy szerint egyesével válaszolok, de ott vannak az altcoin videók, az oktató videók, a Discord közökség, az exkluzív interjúk, és folyamatosan minden héten bővül a, ugye, a videók száma ott a Patreonban. És akkor most nézzük meg gyorsan, hogyan is néz ki. A piac, a piac jelenleg pedig úgy néz ki, hogy Bitcoin 6,4%-ot ment az elmúlt 24 órában, míg az Ethereum 7,1-et. Tehát Bitcoin 47.358 dollárom, Ethereum 3.362 dollárom. Ha megnézzük a nyerteseket, a Filecoin 32%-ot tudott 24 óra az iOS 19-et és az Internet Computer pedig 18-at, hogyha a top 3-at nézzük a top 100-ban. Zilika az egyedüli vesztesek, hogy mondta a top 100-ban 7,7%. Az esés az elmúlt 24 órában, nézzétek, egy hét alatt 152 tudott, tehát azért az úgy mellesnek megjegyzem. És nincsen, nincsenek vesztesek, ez abszolút egy jó nap. És akkor egy kicsit beszélünk is arról, hogy hogyan is néz ki a Bitcoin chart, mi a következő szint, mi várható. Ugye azt láthattuk, hogy most sok a körömére, ugye ismételten volt egy jó kis emelkedés, és akkor nézzük is meg itt a gyertyacsártot. Ugye erről beszéltem ezzel a 45 ezeres szintről a múlt hét folyamán többször is, hogy ez azért fontos, mert ha megnézitek, akkor ez már csak egy picit visszamenjünk itt is itt is, itt is ellenállási szint volt, és előbb-utóbb ugye ezt át fogja törni, ez szokott lenni, hát mikor, hát nyilván nem látjuk a jövőt, de hogy miért fontos ezeket a szinteket figyelni, erre szerintem tök jó a technikai jellemzés. És meg is történt, nézzétek, ahogy átlépte, így rögtön, rögtön, ugye pont ezért, hogy mindenki ezt figyelte, egy gyönyörű gyártya született itt, egy zöld gyártya. Ilyen hosszú zöld gyártyák azért nem minden nap születnek. Hát nézzétek, mondjuk itt volt egy március 9-én, aztán mondjuk, hogy ide megyünk, akkor itt is volt egy, de azért látjuk, hogy nem minden nap. Tehát akkor itt megugrott, itt láttuk a volument is, az is egy picit akkor emelkedett. És elértük a következő szintet, ami az a 48 ezer. Miért a 48 ezer? Azért, mert hogyha megnézitek, akkor itt van, hogy itt is látjátok, 48 ezeren többször volt itt ellenállás, aztán itt is, de ha egy kicsit még visszamegyünk, akkor látszik, hogy uh, uh, itt is, itt is, tehát hogy megint, mihez képest tudunk viszonyítani, ha ezt áttörjük, akkor a következő szint az 52, mint ott is, itt is lehet látni. Tehát lehet látni hogy az 52 ezer a következő nagy szint, amit én figyelek, hogyha ezt mindenképpen áttörjük. Amit még még mindenképpen érdemes nézni, hogy tudjátok, hogy van a 200 napos mozgó átlag, azt szokták mondani, hogy ha a 200 napos mozgó átlag alatt tart, tartózkodunk, akkor úgy mondjuk egy ilyen medvésebb a hangulat, bikássa pedig a 200 napos mozgó átlag feletti időszak. Na, és ez nem jó, mert egy becsapós, a napi szint napin kell nézni, szóval, hogyha ezt a napin nézzük, akkor nézzétek meg, hogy most hol vagyunk. Ez a 200 napos mozgó átlag, és szinte, és szinte hozzáérünk, szinte ott van a 48 szint környékén jelen pillanatban. Szóval nem vagyunk messze, tehát nem csak a 48-at szakítanánk át, hogyha ezt itt sikerül elérni és tovább menni, hanem bizony a 200 napos mozgó átlag fölé kerülhetnénk, ami nagyon fontos indikátor lenne sok ember számára, és ez úgymond bikássá tenni még jobban a piacot. Ugye ne felejtsük el, hogy ami abszolút egy mozgatórugó jelen pillanatban, az a terának a folyamatos felvásárlása, mai napon is 130 millió dollár értékben vásároltak bitcoint, az elmúlt hat napban így már 900 millió dollár értékben, és hát itt még van bőven, amiből szeretnének. Tehát egy folyamatos felvásárlás van az ő részükről, és ez mindenképpen, mindenképpen jót tesz a piacnak, jót tesz a, jelenlegi hangulatnak. Kriptós részekre abszolút jó hírek érkeztek az utóbbi időszakban, tehát ez mind jó. Egyet viszont tényleg ne felejtsünk el, hogy attól még nem változott meg a gazdasági helyzet a világnak, még attól még ugyanúgy tart az ukrán-orosz háború, ugyanúgy ott vannak a magas inflációs számok, ugyanúgy várható egy jó pálykamatemelés ugye ebben az évben, tehát számos olyan dolog, ami eddig ott volt és húzta lefelé a piacot, ez továbbra is ott van. Tehát ezt nem szabad elfelejteni. Ennek ellenére jelen pillanatban a hangulat most ilyen szempontból egész jó, és most figyeljük a következő szintet. Ugye mindig muszáj így step by step lépésről lépésre haladni, nem szabad így vakon, hogy fú, most csak elindultuk, és akkor ott az újabb csúcs, nem nézzük meg, mert úgy, mint itt is többször visszafordult, innen is visszafordulhat, de akkor már jól nézünk ki az emelkedés szempontjából, mert akkor már lennének magasabb és magasabb ugye, csúcsok, ehhez párosulhatnának majd ismételten a magasabb és magasabb mélypontok, és akkor ismételten egy ilyen bikás hangulat kialakulhatna hogy ez megtörténik, és soha nem látjuk már mostanság ezt a 30 valány ezeres bitcoin, tehát dehogy nem biztos ez. Tehát azért kell napra kész lenni, azért kell lesz folyamatosan figyelni. És persze, aki hosszú távon van itt, tehát azt mondta, hogy letette a voksát a bitcoin mellett, aztán majd egyszer találkozunk, annak pedig igazából ez nem azt nem szoroz, hosszú távon ez így jó. Viszont aki szeretne fölfelé egy kis profitot kivenni, aztán amikor még mindig a belső a piac, akkor kicsit rávásárolni, az nagyon jól tud ezekkel a lehetőségekkel élni. Tehát kinek mi a stratégiája? csak ne felejtsen el lépni. Tehát remek, hogy van egy stratégiád, de akkor ú, uh, akkor nem lépek, akkor ott vagy ú, uh, akkor lépnem kellett volna. Na mindegy, szóval ez mindenki ezt magának fejbe lejátsza, és úgy cselekszik, ahogy ö, szeretné. Csak én ezekre szeretném rávilágítani, hogy látjátok, azért is mondtam ezt a 45 ezer szintet, mert itt lehetett látni áttört, és puff, elindultunk már is a következőig. Tehát, hogy nézzétek, mik ezek az átmenetek a különböző szintek között, ahol itt ö, mozognak, ezért tartom én ezt fontosnak. De mondom, és ez a másik, ami most, most kezd kialakulni, hogy itt vagyunk nagyon közelében a 200 napos mozgó átlagnak. De ez, ne felejtsétek el, nézzétek meg a 2018-as időszakot, a 200 napos mozgó átlag nagyon sokáig egy ellenállási pont volt, tehát pont innen fordult vissza is ment le. Tehát ez mindig elég erősek a vikák, át tudják szakítani, medvék kednek és ezt kell figyelni, és az a tisztába kell lenni, hogy ezeken a határpontokon akár fordulat is lehet, tehát aki mondjuk fölfelé megy, az lehet, hogy többször kevesebb profitot itt fölfelé kicsit kiveszeget, és enged tovább valamit, nem tanácsadás csak ahogy sokan csinálják, hogy hogyha megyünk fölfel, akkor legyen benne, ha meg megyünk lefelé, akkor meg az is legyen. Olyan nincs, hogy mindent benne hagyunk, és már a csúcson kivesszük. Honnan tudjuk, hol van a csúcs? Nem tudja senki. Szóval erről szerettem volna mindenképpen a videó első felében egy picit beszélni, ugye ezt a háromszöget, amit már berajzoltam, és már január eleje óta itt lehet nézegetni, ezt most, most áttörtük így március 24-25-e -e, -e környéken. Jó, jöjjön a következő hír. A következő hír viszont csak fölhívnám egy figyelmet inkább rá. Ez pedig, ja nem, még egy dologra akartam bocsánat beszélni, hogy ugye ennek köszönhetően, hogy felment a bitcoinnak az ára, így egy csomó pozíció likvidálódott, tehát ugye, hogy áttörtük ezt a 2,1 billió dolláros szintet, tudom, hogy amerikai angol és trillion van ide írva, mert már van, aki néha ezt meg, de azért nézzük utána, hogy magyarul azt hogy mondják. Szóval azért mondom a, a billiót. A lényeg az, hogy, hogy ugye láthatjuk itt is, hogy a CoinGecko szerint sőt már 2,2 billió dollár van bezárva zárva. Na mindegy, szóval van a, a, a kriptóban, az a piaci kapitalizáció, az összpiaci kapitalizáció. És, ja nem, ez van a következő hír. Spoilereztem egy kicsit. Viszont akkor itt lehet látni, hogy összességében ennek köszönhetően, hogy itt az ár, 142 millió dollárnyi bitcoin sorpozíció likvidálódott. Nézzétek meg ezt. Tehát, hogy mennyire veszélyes ez a tőkeáttét, a sortolás, azért ezzel legyünk tisztában, hogy annyira volatilis piacon vagyunk, ahol arra számítunk, hogy itt van a háború, itt van a, a rossz inflációs helyzet, biztos, akkor minden összeomlik. Aztán, puff, tessék, elindulunk bizonyos hírek hatására felfelé. És ö, ezt komolyan kell venni, hogy, 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 hogy ez tényleg nem játék, és sokszor kapzsiak, akkor tőkéátét bizonyos irányokba lefele, felfele, és nézzétek meg ezt a nagy likvidálódást. De ugyanúgy ugyan ebben az időszakban az ethereum már 103 millió dollár, hiszen az is nagyon szépen ment felfelé. Szóval ezt ne felejtsük el tényleg csak okosan. Én nem vagyok egy ilyen short party, nem vagyok egy tőkáttétes párti, nekem más a stratégiám, de hát mindenki úgy csinálja, csak akkor számoljon ezekkel a veszélyekkel, ahogy szeretné úgy csinálja. Na jó, és akkor most az a hír, amit előbb megvillantottam, ami nem szól másról, mint arról, hogy tudjuk, hogy Kínában volt rendesen centralizálva a bitcoin bányászok többsége, egészen addig, míg múlt évben Kína betiltotta a bitcoin bányászat, és akkor mindenki elment Kínából. Ez mondtam, hogy de jó a bitcoinnak, hogy végre ilyen szinten is decentralizálódik. Na de most megint kicsit centralizálódunk, beszéljünk erről. Szóval több mint 60 a bányászoknak még múlt májusban, ugye ott Kíná Kínában, nem Kínában, de az <laughs> is lehet, bányászgatott. És utána jött ez a tiltás, és akkor ennek köszönhetően ugye elindult a Kazasztán Egyesült Államok felé. És ez olyan jól sikerült, az államokbeli látogatás, hogy Észak-Amerikában még a múlt októberi adat szerint már a 35%-a otthon volt a bányászoknak. Ugye ez még egy-két éve még 4% volt, tehát ők gigászian feljöttek. Viszont itt van egy annál frissebb adat, ami azt mondja, hogy már nagyjából 49, talán 50%-a is a bányászoknak, ugye Észak-Amerika igazából az Egyesült Államok területén tevékenykedik, ami ismételten elvitte ebbe az irányba a dolgot, hogy akkor megint egy országban kezd így centralizálódni a helyzet. Tehát oké, az egy decentralizált digitális valuta, de bányászat szempontjából viszont így ismételten centralizált lesz. Miért rossz ez? Azért, mert megint ki van szolgáltatva annak az adott térségnek, országnak a kénye kedvének. Kína már a hónapra, csak a bitcoin, csak a bitcoin bányászatot. Puff, oké, menni kell. Nyilván óriási zoom a nagyon jó hír, tesztelte a bitcoint, túlélte a bitcoin, ment tovább a bitcoin, helyreállt Hát ilyen szempontból ez jó volt. Lehet látni, hogy ilyeneket át tud vészelni, de láttuk ezt az esést, amit ugye a nyáron át lehetett élni. Ez ennek volt főleg köszönhető. Oké, hogy most Elon Musk is akkor kicsit beleköpött a levesbe, de azért a kínai hír volt a domináns. Na most, amit történik jelen pillanatban, az meg hasonló jelenleg az Egyesült Államok területén, ahol egyébként sokkal kriptobarátabb a helyzet természetesen, mint Kínában, de Ettől még kiszolgáltatottság van, hogyha ha megint egy területen ugye vannak ezek a bányászoknak a, a többsége. Oké, ez lett volna a második hír, amiről beszélni szerettem volna. A harmadik pedig egy sztár hír, méghozzá a pop királynője, Madonna is azt mondta, hogy ő beszáll és megveszi az első board Ape Yacht Club nft ét Nézzük, melyiket sikerült kiválasztani. Madonna is beállt a sorba, és ő is bizony azt mondta, hogy NFT tulajdonos szeretne lenni, méghozzá ezt az igencsak divatos NFT sorozatot, a Bored Yacht Club majmaiból választott egyet. Ugye igencsak sokan vannak már a stárok között, na de akkor nézzük meg, Madonnának ő sikerült választania, és Poton 180 itériumért vásárolta meg a megvásárlás idejében, ez 564 000 dollár környékén volt ez valamivel kevesebb, mint 200 millió forint, és ez a 4988-as a sorban, az meg is ünnepelte ezt a Instáján posztolta is, hogy most már ő is egy épp tulajdonos, egy ember szabású ő is már akkor birtokol. És hát bizony lehet látni, hogy az nft tovább is burjánzanak, továbbra is őrült, ilyet a Star Cultus kialakult ebben ezen a területen, a Bored Ape különösen, hiszen nagy nevek tartják ezeket. Nézzétek meg, itt van jelenleg a floor price, tehát a legolcsóbb, amit vehetsz, a 106 Ethereum jelen pillanatban, tehát igencsak magasnak számít, nagyjából 120 millió forint értékben. Lehet a legolcsóbb jelen esetben ásító majmot megvenni, hogyha ez éppen az. És ha megnézzük ezt a listát, akkor itt van, tessék, hogy még ki van a sorra, csak egy párat. Ott van Mark Cuban, aztán csak akiket úgy, tehát, hogy többen ismerek, olyanokat keressek. Shaquille O'Neal, ugye, a kosárlabdázó. Aztán Marshmallow. Uh, they Jimmy Fallon, uh, Timbaland, Snoop Dogg, Eminem, Serena Williams, Paris Hilton, Gwyneth Paltrow. Make sure Hollywood, Popstar, star már is begyűjti a saját kis Bory Biat Club NFT-jét. Ez pedig igazából nem hagyja lankadni a figyelmet, és továbbra is én azt mondom, hogy az NFT-kben van óriási potenciál, nem tudjuk, hogy mit fog igazából hozni, nem tudjuk, hogy mekkorára fog nőni, mi lesz a domináns, milyen jellegű NFT-k, ez, ez majd a trend eldönti. De hogy ez itt van velünk, és vannak trend, időszakok, amikor ezek fölfelé mennek, aztán esnek egy kicsit, aztán megint felfelé mennek, aztán esnek egy kicsit. Nyilván ez így szokott lenni, hát így van a bitcoin ára is, tehát ez, ez nem különb, viszont az NFT-k tényleg úgy néz ki, hogy itt vannak velünk, és azért itt is fognak maradni még egy ideig. Pláne, hogyha ilyen sztárok, mint Madonna is, és a társadalmi, itt felsoroltam, tovább hypoják ezt az egészet. Hiszen a social felületeiken rengeteg ö, embert elérnek, rengeteg a rajongójuk van, akik másolják őket. És látjátok, most legyen népén egy sportoló, NFT-tulajdonos, legyen népén egy üzletember, NFT-tulajdonos, legyen egy popstar, legyen egy hollywoodi sztár. Na, szóval így, így népszerűsítik a dolgot. Oké, és akkor jöjjön a következő rész, ez pedig már nem más, mint a kérdezfelelek rovat. Ha kérdezi szeretnél, akkor pedig mindig az aktuális videó alá írjál nekem, onnan szemezgedek, és adom a válaszokat a következő videóba. Na, már is beállítom, megosztom a képernyőt, és vágjunk is bele. Szia, Tila! Időnként szoktad emlegetni, hogy mikor a kriptó, melybe befektettem, megduplázódik, célszer az összeg felét kivenni, és így már nem veszíthetek. Ez valóban egy jó módszer, de én arra lennék kíváncsi, hogy miután a felét kivettem azzal, mit célszerű tenni? Nem befektetési tanácsot kérek, és nyilván kereskedési tragédiától függ a dolog, de te mit tart, mit tart a jó ötletnek? Még nem tudom, hogy a kivétel alatt te stable coinba történő áthelyezés vagy kiutalást értesz. Amúgy én a leírtak közül az elővit választanám, és aztán a stable ban egy újabb kriptóba fektetnék bár ez ismét lehetővé teszi a veszteséget, de nagyon kíváncsi vagyok a te véleményedre. Nos, igen, ugye szoktam mondani, főleg itt az altokra vonatkozik ez abszolút, hogyha szépen megduplázza magát az alt, hogyha jó időbe veszálltál, jó helyen, akkor érdemes a tőkét kivenni. De egyébként is is a, válasz, kérdésedre a válasz, olyan értelemben, hogy az én esetem jelenti az bizonyos értelemben valamikor, hogy a kripton kívülre teszem éppenséggel a dolgokat, mert a más befektetések után is nézek, hogy ne csak kriptó legyen, vagy a másik részével meg természetesen az, hogy várom az újabb jó belépési pontot, és akkor ugye, ha hiába megyünk fölfelé, és azt mondták, hogy na majd 100 százer lesz a bitcoin évvégén, tavaly évvégén, és 69-nél nem ment felfelé, ha csak a száznál akarsz kivenni fönt ott, akkor nem vagy felkészülve arra, hogyha a piac nem úgy alakul pláne most baromi bizonytalan infláció, háború, és még sorolhatnám, nem tudjuk, hogy egy-egy hype meddig megy. Abból azért még soha nem rúgtak is senkit a Wall street ahogy szokták mondani, hogy profitot vet ki. Én, és ez nem tanácsadás, nem veszem ki az egészet, tehát nyilván tovább engedek valamit, és úgy fölözgetem egy picit lefelé, de, de, de az, hogy, hogy semmit, az, 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 az a luxus, hogy akkor, 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 lehet, hogy, hogy, hogy nem fogsz tényleg semmit ö, kivenni és nem mindenre vonatkozik. Az én esetemben igazából a, a bitcoin itériumot, ezeket nem annyira szoktam piszkálgatni, nyilván nagyobb esetekben igen. Viszont a, kicsi altoknál, vagy olyan, amiket úgy, úgy az ember tök jó ponton meg tud vásárolni, fölmegy, azt tudjuk, hogy ott egy-egy altnál egy, -egy altán, óriás hype szokott lenni, és azok esnek a legtöbbet. Mert most mi történik, a bitcoinba -be beszorultál, nem vetted ki a profitot, jó, hát akkor majd hosszú távon jó lesz. De egy alt esetében nem tudod, hogy az az alt, egy év múlva, két év múlva, trend lesz, -e? a Bitcoin, az nagyobb valószínűséggel lesz, mint mondjuk egy ilyen kisebb alt. És ott sokkal nagyobb a kockázat, és ez persze mindig eldönti magára, hogy vállalja vagy sem. Én ott ennél mondjuk sokkal jobban szoktam erre figyelni. És később én szeretek abba az irányba gondolkodni, hogy diversifikálni a portfóliót, nem csak kriptó, hanem más dolgok is legyenek. De természetesen, hogyha valaki elkezdett pár százzer forinttal kriptózni, és utána szépen föltornálsz magát mondjuk egy millió forintra, több mint egy millió, két millió forintra, abból a profitban még nem fog egy másik ingatlant venni. Tehát ki hol tart éppenséggel, miből tudja a legtöbbet kihozni, de nyilván nem tudjuk soha, hogy mit hoz a világ, mit hoz a jövő, miben érdemes benne lenni, és nekem, de ez a szubjektív véleményem, csak kizárólag a kriptóban lenni, az is kockázatos. Tudom, hiszel benne minden csinálod, biztos jó lesz, és hogyha tényleg minden úgy alakul, ahogy, ahogy gondoljuk itt a kriptó területén, akkor az a legjobb befektetés. De ha bármi történik, mert soha nem lehet tudni akkor, akkor meg, meg, meg ne ott álljunk. Szóval, de ez csak nem tanácsadás, ahogy te is mondtad, hanem ez csak az én véleményem. Szóval remélem, akkor sikerült ezt megválaszolnom. Oké, következő a sorban, Szia, Attila! Lehet, hülye kérdés, de mindig azt mondják, hogy ha tönkre megy a ledger, vagy a szép csak rendelek egy újat, és arra visszatudom állítani a régi pénztárca tartalmát. Na de, akkor ez azt jelenti, hogy ezekre az eladó nem vállal semmi garanciát. Igen, tudom, körülményes lenne a visszaküldés, de ha már ilyen áru, ilyeneket árul, nem kellene biztosítani, mit tudom, a szerviz lehetőséget abban az országban, ahova ő eladja, mi a véleményed erről köszi. De van rá garancia, azt hiszem a ledger nincs is megkötve egyébként, lehet, hogy garancia van, ki tudja, ezt nem is tudom egyébként pontosan, de nem egy ilyen embert ismerek, aki egyszerűen fogta, visszaküldte a ledger és küldtek neki egy másikat, vagy itt például valaki itt válaszolt is, és ilyet is hallottam már, hogy tönkrement a USB dugója, és nem érintkezett, írt nekik, küldtek egy másikat, és még a régit meg is tarthattam. Tehát nem, ez abszolút működik, hogy van rá garancia, és nagyon sok esetben még, még, még meg is marad, ami neked elromlik, és um, egyszerűen kapsz egy másik. Ez igen technikai kütyük, ez a jó, hogy újra lehet húzni egy másikon, Az, ha megvan a 24 szavas ugye visszaállító kulcsod, nem veszik el a kriptód, de úgy, mint egy telefon, úgy, mint egy számítógép, úgy, mint egy autó, nyilván ez is tönkre mehet. Viszont van megoldás, és van rá ilyen szempontból garancia. Oké. Okay. Kedves Attila, nagyon jók a videók, és persze még jobbak a tartalmai, hasznos csemege, na örülök. Kérdésem az lenne, hogy egy régebbi videódból kiindulva a dollár 97%-os mínusznál tart, mint vásárlási ereje, akkor valójában például a bitcoint vesszük, akkor annak a jelenlegi értéke csak 3%-os a dollár értékének felel meg, hát így, hogyha mostanit értéket nézzük, igen. Igaz furán hangzik, de ha beesik a dollár a jövőben, akkor hogy alakul a gazdaság minden, elértéktelődik, vagy esetleg egy másik valuta, amiben a legtöbb dollár van fektetve. Venné át a dollár szerepét, válaszod és köszönöm, szép hétvégét. És most már szép is, hiszen belevágtunk a hétfőbe. Hát nyilván nem tudjuk, hogy milyen kimenete lesz, viszont lehet a múltból egy kicsit tanulni. Például magyarok, nagyon jól teljesítettünk a pengő idején is, hiszen abszolút világrekord, ha belegondoltok, a pengőnek volt egy jó kis húsz éves ö, Halandja, ugye a koronát váltotta le, ami elinflálódott, aztán bírta a pengő is, 1927 az év, amikor a pengő útjára indult, és egészen 46-ig, 47 körülig emlékeim szerint addig, addig ment, ahol ismételten elinflálódott, és azt követte a jó magyar erős forint. Szóval igen, van arra lehetőség természetesen, történben láttunk ilyet, hogy egyszerűen, ami elinflálódik, egy másik fiatvaluta bevezetése az, ami megmenti egyébként a helyzetet. És nyilván mindegyik fiatvaluta ellen van utalva. Tehát így működik a gazdaság, így lehet fenntartani, hogy bizonyos helyzetekben ugye többet és többet és többet kell belőle nyomtatni, hogy elkezdjen minél jobban pörgetni a gazdaságot, hiszen hogyha nincs benne elég pénz, nem fog eléggé menni, de ez az, ami fújja a lufit is, és előbb-utóbb ugye azt tudjuk, hogy kipukkad, és ha már olyan szintig ment lás, hogy ilyen ó, oh, oh, nem tudom, hány, nulla volt már rajta az utolsó bankjegyeken, kimondhatatlan számok voltak, és hát csak egy falat kenyeret vehettél, vagy egy tarak kenyeret, akkor bizony eh, váltás következik, hogy a dollár esetében ez mikor jön el, hogyan jön el, és miként fog megtörténni, ez nyilván jó kérdés de és hogy mi lesz utána, ami talán átveszi a szerepét, ezt nyilván most nem lehet tudni, csak azt látjuk, hogy egy csomó olyan jel van, ami erre utal, nincs még olyan vészes helyzet, mint Venezuelában, nincs még olyan helyzet, mint, mint, mint Argentinában, vagy Törökországban természetesen, de, vagy lásd, Oroszország, ugye, de viszont nem, nem megyünk a, a, jó irányba. Tehát előbb-utóbb én úgy gondolom, hogy, hogy valami lesz, hogy meddig tudják megmenteni a helyzetet, az persze még, az ő nekik a reakciójuktól, és hogy hogyan sáfárkodnak itt a jövőben a dolgokat, attól nagyban függ, de igen, előbb-utóbb előbb valami valami lesz. Bitcoinhoz mérik majd. Nem tudom, csak mondtam valamit. Nyilván nem látom előre. Oké, na, erről akkor ennyit. Ha tetszik ez a tartalom, akkor mindenképpen nyomd a lájkot, like iratkozz fel erre a csatornára, hogy tényleg friss legyél, látod, hirtelen változik a piac, ne két-három nap múlva kap meg a videókat, hanem azonnal, ahogy fölteszem, hiszen, hogyha feliratkozó, feliratkozó csengetjű összes, akkor már is ugye kapod az értesítést róla. És most már a TikTokon is azért köves, mert ott viszont, mint látod, villámhírek minden nap, hétvégén is, ma is, délőtt is már volt. Tehát a lényeg az, hogy mindig pár másodperc a fogyasztásuk, viszont rögtön naprakész vagy, és innentől kezdve szerintem ez egyik leges, leges, legfontosabb, hogyha benne vagy a kriptó világában, hogy mindenről, amilyen gyorsan csak értesülj, én meg pedig ugye gyártom folyamatosan különböző felületeken ezeket a tartalmakat, hogy neked legyen ilyen lehetőséged. Nos, holnap találkozunk, mindenkinek szép napot, sziasztok!